Hatodik hely a labdarúgó Bundesligában, selejtező nélküli részvétel az Európa Liga csoportkörében, védőjátékos a konfederációs kupán tőlük a válogatottban, Klinsmann esély a kapuban, a berlini magyaros Herta évéről és tervéről kérdezik a Dárdai stáb tagját, a kapusedző Petri Zsoltatő vendégünk. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Uh, hát kezdjük egy szívemhez közel álló idézettel a közelmúltból, Dárdai Pától. Jókor vagyok jó helyen, ha a kedvem úgy tartja, tréningruhában átsétáltok az otthonomtól az edzőpályáig, már pedig ez megfizethetetlen, mélységesen egyetértek. Uh, ennyire laza és barátságos hely ez a hert, a, a persze a kemény meló ellenére? Mindenképpen szerintem egy nagyon jó kis közeg fogadja az odalátogatót, most akár játékosról, edzőről, vagy vezetőről, vagy esetleg csak turistáról van szó, szerintem nagyon jó kialakította, hát ebbe is a Palinak nagy szerepe van, hát ehhez szerintem nagyon ért, hogy olyan kis közeget formáljon, amiben mindenki jó hangulattal jön, és hát ez végül is az egyik alapja annak, hogy, abból jó teljesítmény is alakuljon ki. Úgy a vezetőség is úgy teljes szabad kezet ad, kis társaság, most hogy edzőről, masszörről vagy orvosról van szó, és így ki tud teljesedni mindenki ebbe, hát ez a lényege az egésznek. Na persze, munkahely ez is, nem is kötetlen a munkaidő. Neked mi a napi rutinod, Zsolt? Menetrend, órarend, munkarend, azért ezt a 8 óra munka, 8 óra szórakozást felejtsük el, igaz? kevés munkával sok pénzt keresni, ez a motto. <gül> 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 nem, nem. Hát ugye az ember kimegy általában, hogy fél kilenc, negyed kilenc, fél kilenc, akkor szoktam kimenni, akkor a palé meg a pályázó már régóta vannak, akkor ugye leülünk, megbeszéljük az edzést, lemegy az edzés, átbeszéljük az edzést, utána attól függően, hogy ugye egy vagy két edzés van, felkészülünk a következőre, ott közben ugye rengeteg olyan dolog van, a személyes kérdések, akár a a, a, az edzői ö, csapattal, az orvosokkal, a masszörökkel, vagy a, az előző mérkőzésnek a kielemzése, a következő mérkőzésre felkészül. Tehát ö, az edzéseken kívül végül is van még ott elég sok olyan dolog, amit az embernek ö, ö, ébren kell tartani. Hát ugye az én feladatom nem csak az első csapatkapus, hanem az utánpótlás ö, ö, terén is ugye egyfajta képzésnek a kialakítása. Tehát ö, az embert azért oda köti a. Most ezt órában nehéz megfogalmazni. Na jó, nem délután négykor veszed a zakót és mész haza? Hát van, hogy valahogy az ember már háromkor, valahogy este hétig otthon, tehát ez, ez elég változó, attól függő, attól függ, hogy milyen uh, periódusban van éppen a... A, a felkészülés a meccsre, vagy vagy a, a kollégákkal a megbeszélések. Tehát sokrétű, érdekes. Amikor élesbe meccseltek, tehát bajnoki mérkőzések, tétmérkőzések, akkor Dárdaipali hogy működteti a, a stábot? Tehát közösen beszéltek meg nagyon sok mindent, igaz, és aztán hát, persze a végén ő hoz a döntéseket. Így van, ő végül is kikéri, ő főleg a, a, van az egyik a, a, a pályájegyzője, hát ő a, a taktikai részben rettentő nagy szerepet vállal, végül is a palival ketten alakítják ki a hétvégére azt a taktikát, amivel ugye eredményesek tudunk lenni, ugye van a másik pályájegyző, akinek ez a videófelkészítés a feladata, tehát ő azt, amit kialakítottak, azt képbe fölviszi a játékosoknak, vizuálisan megmutatja, és akkor ö, ö, mindenkinek megvan a kis feladata, ő végül is ö, mindenki felé nyitott, hogyha van valakinek véleménye, de azért ö, ő domináns ebben mindenképpen. Hát ez azt hiszem így is normális. Igen. Ugye sok hozzáértő és hozzá nem értő is jósolt, hogy a tavalyi a vártnál sikeresebb szereplés után lehet, hogy lelassít, meg kipukkad majd ez a herta erre a szezonra. Aztán nem így történt. Amikor megterveztétek ezt a bajnoki évet, akkor mennyiben volt része a munkátoknak, hogy az ilyenkor gyakran bekövetkező visszaesést elkerüljétek? És hogy ennek milyen összetevői vannak? Van nyilván egy lélektana, de hát amellett taktika, az a sok, sok, minden ez. Mennyire kell erre De az, amit említettél a lélektan, végül is. Uh, úgy is kezdtünk a felkészülésnél, ahogy várható volt, visszaesett teljesen a csapat, ugye ez az előselejtező, amiben nekünk részt kellett venni, és a, a Brönnbitől a kiesése szerintem nagy szerepet játszott abban, hogy milyen jól szerepeltünk, hiszen utána a Pali húzott egy vonalat, egy-két olyan személy váltást uh, uh, Meglépett, ami nagyon jó hatással volt a, 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 a csapat motiváltságára. A csapatkapitányt végül is lecserélte, egy más lett a csapatkapitánya, egy kicsit a struktúrája a csapatnak megváltozott, és újra éreztük, hogy hogy, 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 hogy hogy harapnak motiváltak lettek, és hát egy olyan öszt csinált a csapat, ami, amit senki nem várt, és szerintem ez egy fontos uh, uh -huh. lépés volt benne, amit említettél, a lélektanát, egy kicsit a, a, a játékosoknak a... Tehát jó, jó volt, hogy az elején jött a sok terápia. Így van, így van pontosan, ez egy jó, jó kifejezés. Na így most, van. ez most idén nem lesz, mert hogy nem kell se lejtezőt játszani. Igen, hát... Így érik végül is egy, egy csapat. Tehát sokszor kell legyen sok terápia, sokszor a jó eredményeknek esetleg a, a, a szerencsés bejövetele képez egy olyan csapatot, formál egy olyan csapatot, akik a következő évben ezekkel a tapasztalatokkal végül is már sokkal stabilabban lépnek pályára, és én szerintem ez volt a. Tavasszal is ugyan ott is botladoztunk, de érezni lehetett a csapatban, hogy most ezt a, ezt a gátot meg fogják ugrani. Tehát ez most ez is egy, a fejlődésnek, ez egy fázis, én úgy érzem, ez egy nagy feladat lesz akkor is, hiszen a mi keretünk az nem olyan széles, hogy te szerda-szombat-szerda-szombat szárnyaj. Kíváncsi vagyok, hogy hogy fogjuk ezt megoldani nekem, mint edzőnek, és az első Európa-ligás szereplésem. Hát igen, ez érdekes lesz. A saját produkciódat hogyan ítéled meg? Hát a, a vezetőség jónak ítélte eleve, a, miután hosszabbítás történt, tehát dolgozhat a stáb nyugodtan. A kapusedzőnek mekkora az érdeme a kapusa, a kapusai stabilitásában esetben? Hát ezt úgy nehéz az ember a saját munkájáról vélemény mondani de hát ha már rákérdeztél, én úgy gondolom, hogy a mi feladatunk az, az végül is abba korlátozódik idézőelbe, hogy azokra a, a azokra kész is fel a kapust, ami a Bundesliga ez a szint megkivál. Én nekem ez is valahol a, 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 a a, az, hogy mondják, az embernek a filozófiája. Én nem szeretnék semmiféleképpen olyan kapust, aki egyik meccsen szenzációsan véd, a másik meccsen a teljesítménye sokat, hogy legyen egy kiegyensúlyozott, jó teljesítmény, ami a játékosoknak, a, az edzőknek, akár a szurkolóknak egy biztonságot nyújt, és én gondolom, hogy ezt sikerült elérni ezzel a, ezzel a kapussal, és ezért én azt hiszem, hogy az embernek joggal teszik föl a kérés, vagy tették föl a kérés, hogy szeretnék-e maradni, és én hát nagyon hamar igen mondtam, mert ez egy nagyon jó, jó működő stáb, én nagyon szeretnék a srácokkal is egy dolgozni, mert látod az eredményét az elvégzett munkának. E, hogyan figyeltél fel a kis Klinsmanra? Ismerős volt valahonnan a vezeték neve? De nem, az, az édesapja jelentkezett be a Hertánál, mert ő szeretné, hogyha a fia onnan ugye az óceán másik oldalára ide átjön Európába, mert ő úgy érzi, hogy alkalmas lenne most már arra, hogy, hogy a következő lépés megtegye, és volt egy-két más helyen is, én amit anyagot kaptam róla, én úgy láttam, hogy érdemes uh, meghívni, és legalább egy lehetőséget adni neki, hogy uh, hogy kipróbáljuk, ott lesz nálunk egy, uh, egy tíznapi két hétig, és meglátjuk, hogy uh, azok, a, azok a teljesítmények, amiket ő is itt az U20-as uh, világbajnokságon mutatott több-kevésbé, azok ott egy jó teljesítményt nyújtott, hogy mennyire tudja ebbe az erős uh, bajnokságba átvinni. És ha, ha úgy alakul, hát lehetséges az is, hogy nálunk maradhat. Na, ezt mondnák, hogy például ilyenkor van egy korlátozott időd egy új kapus megismerésére, legyen ez 10 nap, két hét, akkor melyek azok a szempontok, ami alapján egy ilyen felelősségteljes döntés meghozol a végén? Az, 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 az első és legfontosabb, amit én tőle már láttam. Tehát az, az, a, én több meccset is ezen a, az a világbajnokságon az összefoglalóit megnéztem, és uh, ugye nagyon fontos, uh, ez a 10 nap, ez persze. Itt kint beszéltük is, hogy ez az elsőt végül is nagyon jól, nagyon rosszul, nem mindig az itt elért eredmény az a számot tevő. Tehát egy, 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 egy képet kap az ember róla. Én igen, igen, a, azért kérdezem, hogy mi itt a fontos A szempont. meccsezés az, az, az hmm. egy nagyon fontos dolog, hiszen lehet nagyon jó technikád, lehet szép magas nyulánk, de hogyha végül is a meccsen nem tud azokat az értékeket bevinni, amiket te képviselsz, magad dolgozol, akkor, akkor nem fog tudni megállni a helyed, és ez már egy pozitív dolog, hogy a meccseken stabilan, nagyon jó mentális felkészültséggel lépett pályára. Most megnézzük, hogy milyen egy olyan környezetben, ahol, ahol sokkal nagyobb a kihívás, ahol a játékosok Két rossz akció után valószínű uh, elfordulnak és legyintenek, hogy ebből soha nem lesz semmi. Tehát én én a mentális Huk. dolgokra nagyon nagy hangsúlyt fektetek. Az, hogy egy-két akció esetleg nem úgy sikerül, azt lehet korrigálni. De... Legyen ütésálló. De... Így van. Ezt a Huk. részt itt fönt, ezt ezt, ezt, ezt ezt stabilra kell hozni, mert különben, különben nem tud megállni a helyed. Így van, le, legyen legy élütős álló, igen. Játsszunk el a gondolattal, a kaputokba Lipcse hálóérőt, a Mindenképpen. Peti nagyon szépen fejlődött. Nagy nyomás alá volt helyezve igazából, mert ugye tudni kell, hogy ez a lipcse, hát ha éppen meg akarják venni a, a, a Donorumát, akarták volna a, a Milánból, vagy akarnánk, meg lenne rá a lehetőségük, de ők úgy gondolták, hogy a Péter olyan fejlődési tehát olyan szintet ért el, olyan szépen fejlődött, hogy fölösleges egy, egy első számon kapust hozni, hoztak egy olyat, aki vele konkurálhat, inkább azt mondom, hogy a Pétert akarják most a, az egyes A kapusnak, és ez a srác legyen az egyes B, aki talán még azt a maradék pár százalékot kihozhatja belőle, és azért ez, ez egy rettentő nagy szó abban a csapatban, ahol mondom a pénz nem gond játékos vásárlásnál. Hát igen, na most látva Gulácsit azon a bizonyos andorrai mérkőzésen, hát nem, nem irigyeltem szegényt ott hátul a kapuba. Kívülről nézve szerinted hogyan állhatott elő egy ilyen, hát nem tudom, lekvár is volt, meg lélektelen is volt ez a produkció. Mennyi időnk van? Ez az utolsó kérdés. <laughs> hát el, röviden úgy nehéz válaszolni, hiszen szerintem ez egy átfogó probléma, ugyanúgy, ahogy ugye a, az eb való e, kiutásnál, vagy az EB után ez az euforikus hangulat volt, ugyanúgy szerintem nem szabad most e, mindenkibe három-négy e, nagy késsel belerohanni, hát ez a, a középutat kell megtalálni. E, a, én már az ebbé után egy pár ilyen uh, nyilatkozatban azt elmondtam, hogy a hétköznapok sokkal nehezebbek, mint egy ilyen uh, Európa vagy világbajnokság, ahol mindenki túlnő egy kicsit magán, főleg azok a csapatok, akik, uh, akik gyengébb uh, helyzetben vannak, és uh, most, hogy a, a, a Ben Stolkúnak megadták a lehetőséget újra, hogy ezt kiavítsák ezt a hibát, én szerintem ezzel nem fog igazából uh, változni se az EB-vel. Jobb irányba se ezzel az andorai verséggel, rosszabb irányba sajnos a stadionok üresek, sajnos tehetségek nem kerülnek ki erős bajnokságokba, a bajnokságunk színvonala olyan, amilyen szép stadionaink vannak, de sajnos az nincs minőséggel megtöltve, és ezen kell szerintem továbbra is dolgozni, hogy alulról olyan építkezés legyen, ami eh, idővel olyan tehetségeket visz ki az európai piacra, mint a Gulácsi, vagy a Hajnaltomi, vagy a Gerozoli, de hát eh, ezek sajnos kezdenek elfogyni. Na igen, szóval a szürke hétköznapok és sok-sok munka, neked egyelőre jó vakációt, aztán majd jönnek a szürke hétköznapok. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nincs mit, én köszönöm.